A bérleteladások száma a tavalyi évhez képest visszaesést mutat ugyan, de a vidéki színházak tekintetében kiemelkedő. A társulat a kialakult helyzet ellenére is ugyanúgy készül, mint minden évadban. A darabokat egyenlőre egy esetben érinti közvetlenül emiatt változás. A színház következő évada majdnem a terveknek megfelelően fog alakulni. Ahogy már sokan láthatták a Rózsakert Szabadtéri színpadon az Édes Cseriti című előadásunkat, ez lesz a, a bérletsorunkon az első. Sajnos viszont a második előadásunknál változás várható. Itt a Kurázsi Mama helyett a Kripli kerül a nagy színpadra. Ezt követi majd Puskás Tivadarnak a búcsú előadása, a Napsugárfiúk, majd egy Szent állom és végül Szente Vajtnak a Funny Girl című műzikeje lesz látható. Puskás Tivadar jutalomjátékában a Napsugar fiúkban fia Puskás Peti és Dallos Bogi is szerepet kapott. A nézőkre vonatkozóan a legfontosabb, hogy az előadások csak maszkban tekinthetőek meg. A nézőteret fél órával a megszokott előtt kinyitják annak érdekében, hogy ne alakuljon ki hosszú várakozási idő.